akik egy picit is konyítanak a tuninghoz, azok biztos, hogy ismerik a Toyota Suprát, ugye az MK4-es híres 2JZ motorral. Tudjátok, hogy annak a motornak embertelenül nagy a tuning potenciája. Na most itt vagyunk 2023-ban. Mi van, hogyha azt mondom, még ha nem is annyira betegül, még mindig gyártanak olyan motorokat, amiket konkrétan szarrá lehet tuningolni. És elég sok a hasonlóság a 2JZ-hez is. Az egyik videómban már találkozhatatok ezzel az autóval, és ugye a címből adódóan, hogyha a 2JZ-nek az újabb verziójáról beszélünk, akkor ez egy tökéletes példa, ugyanis ez egy BMW 440i B58 B30-as motorral. Ebben a videóban erről lesz most szó. A B58 B30, a hasonlóságot már a 2JZ-hez ott megkezdhetjük, hogy a 2JZ is, meg ez is egy 3 literes sorhatos turbós benzinmotor, és hogy a Toyota brandhez is legyen köze, ugye ugyanez a motor van az új Suprában is. Csak hogy tudjátok, ennek a motornak a fejlesztése nem 100% BMW, ezt a Toyotával együtt csinálták. Mind a kettő teljes mértékben kovácsolt főtengely, kovácsolt hajtórúd, vagy hajtókar, és kovácsolt dugattyúkkal rendelkezik. Ugye ezek azok az alkatrészek, amiket beszoktak építeni utólag a motorba, hogy jobban bírják a tuningolást. Na hát ezekben ugye alapból megvan. Hogy beszéljünk egy picit az előző BMW motorokról, az N54 és az N55-ről. Az N55 volt ezelőtt, ami nem volt kovácsolt, viszont az előtte lévő N54 az kovácsolt cuccokból volt. Abból már csináltak 1000 lóerős verziót is, de még az a motor is gyengébb, mint ez. És ennek még nem tapasztalták ki a teljes potenciáját. Nem biztos, hogy a 2JZ szintjét el fogja érni, de nagyon nagy a potenciál benne. Az N54 és a B58 különbsége, egyébként az N54 az biturbós volt, tehát annak kettő turbója volt, de nem az, ami számít, maga a motorblokk nyitott vízkörű volt, ellenben a B58-al, ami egy zárt vízkörű motorblokk, ez ugye nagyban elősegíti azt, hogy sokkal masszívabb maga a blokk, és egyébként ez így volt a 2JZ-nél is, az is egy zárt vízrendszerű blokk. Lehet, hogy ezt a Toyota sukta oda, hogy csináljuk így, mert ez így még erősebb. Ezt a videót a Car Vertical támogatta. Hogyha épp vásárlás előtt vagytok, vagy már a megvásárolt autótokról szeretnétek tudni valamit, hogy mi történt vele a múltban, akkor a leírásban lévő kedvezményes linken megnézhetitek. Itt van például egy 3-as BMW, amiről jól látszik, hogy balesete történt. Ha itt lejjebb tekerünk, látszik, hogy Svájcban találtak egy sérülést benne, utána pedig eladásra kínálták Magyarországon. A kilométer állása, hát az úgy, ahogy stimmel. Viszont egy elég durva sérülése lett. Itt is vannak a fényképek a sérülésről. Ezek voltak 2021-ben, és itt van 2022-ben, hát remélhetőleg megfelelően meg lett javítva. Hogyha ki szeretnétek próbálni, a leírásban megtaláltok egy linket, hogyha nem talál semmit az autótokról, akkor teljesen ingyenes lesz a lekérés. Na, folytassuk azt a videót. Nézzük meg azt, hogy a realitás keretein belül mi az a tuning, amit például ez az autó is kapott. De mi is kell ahhoz, hogy egy ilyen B58-at tuningoljunk? Az a vicc, hogy ilyen nagyon nagy dolgokra nincsen szükség. Most ugye gyárilag ez az autó hogy körülbelül 310 lóerős, és ennek a motornak a Suprában olyan 340 lóerő volt körülbelül, valamint az újabb modellekben a 2021 utániba, ott már azt hiszem, hogy 380 lóerő tud ugyanez a motor, apró változtatásokkal. A Stage 1-et, ami körülbelül 400 lóerő, nagyon egyszerűen el lehet érni, nincs semmire szükség, csak igazából át kell írni a számítógépét az autónak, és most ez Stage 2-n van, ami körülbelül 500 lóerő tud, ami majdnem a duplája annak a teljesítménynek, ami gyárilag van benne. Na most itt már szükség volt egy apróbb változtatásra, ami nem más, mint a kipufogó rendszere. Erre felkerült egy ilyen M-Performance kipufogó rendszer. Ugye ennek szüksége van ahhoz, hogy a turbót ne fogja annyira vissza. Egyébként a gyári turbóval megy az autó, ami egy twin scroll turbó, ami ugye egy biturbó, csak egyszerűbb megoldásban. Yeah.
valamint, ami nem a teljesítménynöveléshez kapcsolódik, a fékek is lettek rajta fejleszve. Nagyon fontos egy erősebb autóval, sokkal hamarabb éred el a nagy sebességet, úgyhogy a fékek fejlesztését általában majdnem mindenki kihagyja, mikor tuningolják az autót. Ezt ne hagyjátok ki. Egyébként sima acélfék, nem karbonkerámia. Karbonkerámia szerintem csak a versenypályára kell. A váltónak a szofját is meg kellett írni. Nem tudom, hogy ez most kötelező az autóhoz vagy nem. Viszont így egy picit gyorsabban vált és kicsit agresszívabb is. Valamint szó volt arról, hogy az üzemanyag szivattyúját ki fog kellni cserélni a Suprának az erősebb üzemanyag szivattyújára. De végül ez nem került bele és így is tök jól működik. Egyébként a motornak az alja azon 600 lóerőt bír, és 600 ló az már konkrétan a duplája ennek a teljesítménynek, ami kemény nagyon. Na hát akkor nézzük meg a gyorsulást. Ha szeretném hozzátenni, hogy ez az autó X-Drive, úgyhogy nem fog launch control-t használni. Nem az, elméletileg meg amúgy is bírja az X-Drive benne, de nem szeretném, hogy így alattam itt szétmenjen valami. Úgyhogy csak egy padlógázzal fog majd indulni. Úgyhogy rakjunk egy sport. Elég lesz egy sportmód. Na jó, akkor gyorsás mehet. 3, 2, 1, go, padlógáz! Jó, ott van. Jó, 100 megvan. Azt a rohadt. Hát ezt ikám. Jajajajajaj. Hú. Oké. Embertelenül betapad az összkerékhajtás miatt. De tényleg, ez egy áldás és egy átok egyszerre. Ugye, hogy ez az összkerékhajtás, ez lehet a gyenge pontja ennek az egésznek, de emiatt olyan gyorsul, ez, hát hú, ez nagyon durva. Nagyon-nagyon nagyot megy. És ez a váltóelkúzás is nagyon jó lett, mert nagyon gyorsan veszi alapot. Oh, jaj, ezt hallgassátok. Kicsit megpöcögteted a gázt. Visszaváltasz. Lassan, hogy a videó végére érünk, azt még el szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek az autóknak pont a tuningolhatósága miatt valószínűleg a jövőben nem fog annyira nagyon bezuhanni a béka segge alá az ára. Jó példa erre egyébként az E92-335i. Emiatt egyébként jó befektetés is lehet az összes olyan autó, amiben ez a B58-as motor van. Valamint még szeretném olyanoknak ajánlani, akik szeretik azt, hogyha vesznek egy autót és nem teljesen készen veszik meg a gyárból, hanem még saját maguknak olyanra tudják alakítani, meg olyan erősre, amilyenre ők a saját maguknak szeretnék. Ugye gyárilag is ezek nagyon-nagyon-nagyon jó kocsik. És őszintén 300 lóerő bőven elég mindenre. Csak hát az emberi kapzsiság mindig több és erősebb kell. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek támogatni, akkor a csatlakozás gombnál ott meglátok mindenféle infót. Köszönöm szépen a feliratkozásokat, a lájkokat, a kommenteket, mindent. Én Dimi voltam. Találkozunk a következő videóban. Na csá!